Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Ma egy neves évforduló van. Ma pontosan 50 esztendeje Jurij Gagarin a Vostok egy űrhajóval, mint első ember megkerülte a Földet. 108 perces útja volt egy kicsi kis kapszulában. Képzeljétek el, egy 50 méter magas rakétának a tetején egy pici kis kupolában ült ez a fiatalember, és ebben a rakétában sok-sok-sok tonna robbanóanyag volt tulajdonképpen, ez hajtja. Most azért ezt egy másodpercig mindenki gondolkozzon el, hogy ez milyen bátorságot igényelt akkor, és azt se tudta senki, hogy mi fog történni ugye a súlytalanság állapotában, de minden jól ment. Azóta már mintegy 550 ember volt a világűrben, néhányan már hol is jártak? A Holdon. Magyarok ugyan még nem jártak ott, ott csak amerikai űrhajósok jártak, de én ma szeretnék nektek egy-két érdekességet elmesélni a magyarokról, az űrhajózásról, egy projektről, amit már most már lassan egy éve csinálunk, és szeretnénk, ha ezt sok-sok magyar ember megszeretné, és úgy mellette megszeretnék egy kicsit azt is, hogy mi az, hogy űrhajózás, mi az, hogy matek, mi az, hogy fizika, nem biztos, hogy annyira szörnyű dolgok ezek, úgyhogy erről szeretnék egy kicsit nektek mesélni. Mi van a Holdon? Sok kráter. Ez egy kráter, ez egy nagyon szép kráter. Ez egészen pontosan egy Tycho nevű kráter. Tycho de Brahe egy dán csillagász volt, egyike azon csillagászoknak, akinek még nem volt távcsöve az 1500-as években, akkor még nem volt távcső. Ki tudja, mikor fedezték fel a távcsövet? 1609-ben volt, egy Lippershey nevű holland optikus tett először két lencsét egymás mögé, és felfedezte, hogy húha, ezzel közelebb lehet hozni a tárgyakat, és ki volt az az ember, aki először fordította ezt az új eszközt az égre? Őt Galileónak hívták, Galileo Galileinek, és ő volt az első ember, aki a távcsövön keresztül, ha nem is ilyen szépen és részletesen, de látta a Hold krátereit. Azóta eltelt ugye mennyi 402 esztendő, hogy Galileo először a távcsövét a Hold felé fordította. Közben szépen föltérképezték a Holdat, és sok-sok kráternek adtak nevet. Mit gondoltok, hány magyar tudósról neveztek el krátert? 16 magyar tudósról neveztek el krátert a Holdon. Itt vannak a neveik. Sokat lehet, hogy ti még nem ismertek. Későbbi tanulmányok során fogjátok ezeket megismerni. De én azt gondolom, hogy néhány név talán a legkisebbeknek is már előfordult. Ötvös kráter is van a Holdon. Ötvös Lorán volt ugye, aki a gravitációt megmérte az ingájával. Szilárd Leó nevét talán hallottátok az atombombával kapcsolatban, és még sok-sok más. Itt ez a kicsi táblázat mutatja, hogy ezek körülbelül hol vannak, és milyen nagy az átmérőjük. Egy érdekesség ezen a, ebben a táblázatban, hogy a legtöbbje a magyarokról elnevezett krátereknek a Hold túlsó oldalán van. Amit látunk a Földről? Nem látunk, mert a Hold mit csinál, hogy forog a Föld körül? Mindig úgy, hogy csak az egyik oldalát mutatja nekünk. Tehát amit mi látunk, az mindig csak egy oldal. A másik oldalát csak űrhajókról tudták lefényképezni, amelyek megkerülték a Holdat, és ott különböző térképészet, illetve egyéb megfigyeléseket végeztek. Nem csak a Holdon vannak magyar nevek, a Marson is, a Merkuron is, sőt, vannak kisbolyóknak is magyar nevei, de ez egy másik történet lenne. Fogasabb kérdés, ez vajon mi lehet? Ez egy radar, mégpedig egy 1946-ban készített radar, amelyet Budapesten készített egy Baj Zoltán nevű úriembernek a csoportja, és ők voltak azok, akik néhány nappal az amerikaiak után, a világháborús pusztítások során megradarozták a Holdat. Tehát Baj Zoltánék így nézett ki, nem akkor, akkor fiatalabb volt, ez egy kicsit idősebb kori képe. 1946. februárjában radarjelet küldtek a Holdra, az visszaverődött, és ezt ők tudták fogni. Most ezen gondolkozzatok el egy perccel, hogy ez mekkora teljesítmény volt annak idején, 65 éve. Tehát már akkor meg tudták ezt nézni. Ez azért is érdekes, azon kívül, hogy Baj Zoltán magyar volt, és ezt Magyarországon csinálták meg, hogy tulajdonképpen ezzel indítottak meg egy új ágazatát a csillagászatnak, amit úgy hívnak, hogy radarcsillagászat. Tehát azzal kezdtek el foglalkozni, hogy megradaroznak dolgokat. Ma ezt elég rendszeresen csinálják többek között.
kisbolygókat vizsgálnak, keresnek velük, hogy hol vannak, milyen a pályájuk, ezzel próbálják meghatározni pontosan, hogyan mozognak. És ez egy nagyon érdekes és fontos terület is. Ő egyébként gyerekkorában azt kérdezte, hogy a holdat ott láttam elsétálni a torony mögött, és azt kérdeztem a felnőttektől, ha felmásznék a toronyra, meg tudnám én tapogatni a holdat. Hát ő, ha maga nem is tudta megtapogatni kézzel, de a radar jereivel megtapogatta a holdat. Tehát már látjátok, még nem jutottunk messze, de már is sok-sok magyar dolgot találtunk a holddal kapcsolatban. Ezt talán sokan ismerik. Mi ez? Ez a holdautó. Ki tudja, mikor járt és hány holdautó a holdon? Három holdautó járt a holdon, az Apollo 15, 16 és 17 küldetésével. 1971-72-ben a Hold program keretében, az Apollo holdprogram keretében. Vajon miért mutatom meg nektek ezt a holdautót itt? Mi lehet ebben magyar? Magyar találta fel. Magyar volt a főkonstruktora neki bizony. Úgy hívják, hogy Pavlics Ferenc. Itt van egy képen, itt egy modellel a holdautónak egy modelljével. Pavlics Ferenc ma 83 éves, nagyon jó egészségnek örvend, Amerikában él, Kaliforniában, és ő volt az valóban, aki először a speciális kerekeknek a mechanikáját tanáltak, és később ő volt az egész holdautó rendszernek a fő konstruktőre. Tehát ha úgy veszünk bizonyos értelemben, valami magyar már volt a holdon. Több ilyen magyar vonatkozása is van a holdnak. Ha az interneten rákerestek a honlapunkra, van egy külön sorozat, amiben ezekről a történetekről írunk, megtaláljátok a krátereket, a holdautót, Baj Zoltánt, és még két-három másik történetet is, ami magyarokkal kapcsolatos. Ezt folytatni fogjuk a jövőben is, úgyhogy ha érdekel benneteket, elmentek és megnézitek. Hát ennyi mindent így kezdetben a holdról. Aztán most szeretnék egy kicsit arról beszélni, amit mi kezdtünk el csinálni körülbelül egy évvel, nem egészen egy évvel ezelőtt. Ez pedig a Puli. Itt látjátok a pólómon is, Puli Space. Mi azt gondoltuk, majd mindjárt mesélek róla egy kicsit, hogy mi szeretnénk megcsinálni egy holdjárót, nem ilyen nagyot, mint a Pavlics, egy kicsit kisebbet, és ezt szeretnénk elküldeni teljesen igaziból a holdra. Mégpedig itt látszik alul, egy úgynevezett XPRIZE vagy XD alapítvány által szervezett nemzetközi verseny keretében, ezt úgy hívják, hogy Google Lunar XPRIZE. Ehhez először egy másik történetről szeretnék röviden mesélni nektek. Ott a jobb felső képen egy repülőgépet láttok. Kihalott a St. Louis szelleme vagy lelke nevű repülőgépről 1927-ben. Ez egy egyszemélyes, propelleres kis masina volt, amit egy Charles Lindbergh nevű pilóta teljesen egyedül, egyszál magában Amerikából Európáig áthozott, az Atlanti-óceánt átrepülve, és ez volt az úgynevezett Orteig verseny, Orteig díj. Volt egy francia származású hotel tulajdonos, aki azt mondta, hogy a repülés ez nagyon érdekes dolog, annak idején még ugye nem tudtak azért annyira jól repülni, és azt mondta, az a ember, aki egyedül elsőként átrepül New Yorkból Párizsba, leszállás nélkül az Atlanti-óceán felett, az 25 000 dollárt fog kapni. Ez annak idején azért elég nagy pénz volt, hogy jó néhányan be is lelkesedtek, és neki is ugrottak a feladatnak. Amikor ez megtörtént, május 24-én leszállt Charles Lindbergh, picit látni a képen is, akkor ez óriási hír volt annak idején a világban, és nagyon nagy sikert aratott vele. De még valami más is történt. Megindult a légi közlekedésnek a fejlődése, a rohamos fejlődése. Légitársaságok keletkeztek, ekkor indultak meg a menetrend szerint repülőgépjáratok. Ami miatt ezt elmeséltem nektek, ez azért van, mert ez volt az a példa, ez az Orteig díj, ami egy görög származási amerikai úriembert, Peter Diamandist arra készített, hogy elgondolkozzon, lehet-e ilyet csinálni más területen is a mai világban. Ennek a példának az alapján megalapította az úgynevezett XD alapítvány. Az első ilyen díj, amit kitaláltak, az egy 10 millió dolláros díj volt a mai világban. 1996-ban írták ki. A feladat nagyon egyszerű volt, idézőjelben téve. Kellett egy olyan eszközt építeni, amellyel két embert
legalább egy embert, és, vagy annak, és egy másiknak a súlyát. Két héten belül kétszer ugyanaz az eszközzel a világűrbe kellett juttatni. Ez egy úgynevezett űrugrás volt. A világűr határa, az egy elméleti határ, mert ugye nem tudjuk pontosan, hol kezdődik. Ki tudja, hogy hol kezdődik hivatalosan a világűr? 100 kilométerben húzták meg ezt a határt, teljesen tetszőlegesen. Az érdekessége ennek még az, hogy ez a 100 kilométeres vonal, úgy hívják, hogy Kármán vonal, Kármán Tódorról, egy szintén magyar származású tudósról nevezték el, aki rengeteg sok mindent tett a űrhajózás fejlődésére, nem csak ott fizikában, mérnöki tudományokban, mindenben. Tehát ez volt ez a bizonyos X-Prize, vagy X-díj. Ennek a győztese, itt látjátok ezt a Spaceship One, űrhajó 1, ilyen prózai neve volt neki. Ez egy nagyon furcsa szárnyú repülőgépnek kinéző alkalmatosság, amit ráadásul egy katamarán repülőgép visz fel. Tehát a gólya viszi a fiát, középen van ez a pici, a nagy fölvisz olyan 20-30 kilométert lejt, és onnan indul föl rakéta meghajtással ez a jármű. Ez 2004. október 4-én teljesítette az X-díjnak a feltételeit, és megnyerték a 10 millió dollárt. Most ők nem azért csinálták, hogy a 10 millió dollárt megnyerjék, hanem mert ez a kihívás nagyon érdekes volt a számukra, és ebből csodák csodája született egy vállalkozás, amit úgy hívnak, hogy Virgin Galactic, ebbe egy angol milliárdos tett be sok-sok pénzt, és jövőre valószínűleg indulnak az első menetrendszerű járatok a világűrbe, 6 utassal a fedélzeten, nagyon hasonlóan fog kinézni a Spaceship Two, az űrhajó 2, amiben 6 utas, 2 pilóta lesz, és már tesztelik, repülnek vele, és várhatóan mondom, jövőre fognak indulni ezek az utazások. Ez még nem annyira olcsó, kb. 200 ezer dollárt kérnek egy ilyen útér, ebben benne van a felkészítés, egyéb programok, és körülbelül 5-6 percnyi súlytalanság és repülés. Viszont már több mint 400-an befizették erre a foglalót, tehát úgy tűnik, hogy van rá kereslet, és pontosan ezért csinált ez a Diamandis nevű úriember ezt az X-díjat, hogy megindítson valamit, mégpedig megindítsa azt a fejlődést, mint annak idején a repülőgépeknél, hogy a világűrbe is lépjünk ki. Ennek, ha úgy tetszik, a folytatása a Google Lunar X Prize, ami arról szól, amit az elején előbb már említettem röviden, hogy kell csinálni egy kütyüt, ezt a kütyüt el kell juttatni a Holdra, és ennek ott mindenféle dolgokat tudnia kell csinálni. Ez az úgynevezett Google Lunar X Prize, ennek a hivatalos startja, ha úgy tetszik, idén február 17-én volt, akkor dördült el a startpisztoly. 17 ország, 29 csapata állhatott oda. Vannak nemzetközi csapatok, tehát több országból fogtak össze. Van csapat Romániából, Németországból, Spanyolországból, Oroszországból, Izraelből, Brazíliából, Kanadából, Kínából, Dániából, Amerikából. És mi is ott vagyunk. Magyar csapatként megpróbálunk ebbe a versenybe beleszólni. Ez a Google Lunar X Prize, ez tényleg arról szól, hogy az űr tevékenységnek, az űr kutatásnak egy újabb lépcsőjét próbáljuk meg megmászni, mégpedig azzal, hogy magánerőből már nem csak a föld körüli juttassunk ki eszközöket és ember első körben, hanem elsősorban eszközöket a Holdig. Előkészítve a Holdnak, ha úgy tetszik, az újbóli megkódítását, holdbázisokat, anyagfelhasználást, energiatermelést, sok minden érdekes dolgot lehet csinálni ott. Egyszerűen a világűrt egy kicsit közelebb hozni az emberiséghez. Ennek a versenynek a díjazása összességében 30 millió dollár, az már elég sok pénz, az ugye mennyi is az 6 milliárd forint, hogy összerakom. És ezt tulajdonképpen ezt a vállalkozást magánerőből kell megtenni. Tehát nem az állami űrügynökség, nem az ESA, nem a NASA, hanem magánvállalkozásoknak kell ezt megcsinálni.